Szeretettel köszöntöm a hazahúzó nézőit. A mai adásban a Villányi borvidékre látogatunk el. Stábunkkal 3 napot töltünk itt, hogy bemutassuk Önöknek ezt a páratlanul gyönyörű vidéket. Tartsanak velünk! Minden egyes palackbornak saját története van. Mesélnek a szikrázó napsütésben fürdőző szőlőszemekről, a gondos kézi munkáról, amely fürtről fürtre járva helyezi ládákba a csodaszép termést. De szólnak arról a technológiai újításról is, amely elérte a bortermelés világát. Magyarország borkultúráját a hihetetlen sokszínűség és egyediség jellemzi, nem beszélve arról a lélegzetelállító látványról, amelyben mi itt Villányban is gyönyörködhettünk. A szüret kellős közepébe csöppentünk bele kollégáimmal. Elképesztő nyüzsgés fogadott bennünket a dűlőkön. Az izgatott várakozás édes illata fűszerezte a hangulatot, hisz a most leszedett szőlőkből készült bort csak 2-3 év múlva ízlelhetjük meg. Ez a türelem játéka, de megéri. Kalandozásunkat a Bog birtokon kezdjük. A család története egy országos, sőt nemzetközi sikertörténet. Szabadidős borászkodásnak indult, és professzionális borkészítés lett a vége, de persze korán sincs vége, hisz a bogborászat alapítójának, Bog Józsefnek a története gyermekei révén folytatódik. Valérral, aki most főborászként és a családi vállalkozás cégvezetői feladataiért felel, a bogpincészetnél találkozunk. Az ördögárokba indulunk, ám útközben megállunk azon a helyen, ahol minden elkezdődött. Megmutathatjuk azt a pincét is, amely ugyan a nyilvánosság előtt zárva van, de megalapozta a bogborok jövőjét. Ez a Jammertál dűlő. Ez itt helyezkedik el lényegében 1 kilométerrel a falu fölött. Annyira jó a mikroklímája, hogy itt általában mindig ilyen 3-4 fokkal melegebb szokott lenni, ugye ez nagyon kedvező a szőlőnek is. Ez nagyapámnak a birtoka volt, mióta az eszemet tudom, én is a szőlőbe jártam. Itt igaz, hogy még kézzel töltöttük a borokat le, én még gyerekkoromban még a dugót is dobáltam, emlékszem. Ez volt a papának a pincéje. Ezek a hordók itt mind 225 és 300 literesek. Itt főleg öreg hordók vannak, látott 2011-esek, a bor benne pedig 2021-es. Kikészítettem 2 bort, az egyik egy 1999-es Capella küvé, aminek ugye az egyik fő összetevője a Cabernet Sauvignon. Ezek mellett még Cabernet Franc és Merlot szőlő található benne. Ez 2003-ban Brüsszelben ezüstérmet kapott, nagyon büszkék vagyunk rá. Ugye édesapámnak volt egy elképzelése, mindig a vendégek, akik jöttek hozzá, hogy mondogatták neki, hogy hát Jóska, hát nagyon szeretjük a bokküvét, de nem szeretnél egy szinten följebb lépni, hogy egy kicsit komolyabb bort készíteni? És akkor elkészítette ugye a Capellát, és innen indult az, hogy mindig egy picit törekedjünk a jobbra, egy picit magasabb minőségre. Hát a 99-es évjárat ugye az meghozta ennek a gyümölcsét, akkor készült először Capella küvé. Ez már 2 évig volt úgy tölgyfahordóban érlelve, úgyhogy itt a fáségek azok erőteljesebbek, de ez is az eltarthatóságnak, úgy is mondom, hogy sokat számít az eltarthatóságában, mert nagyon-nagyon hosszan érlelhető. Bontottunk úgy 92-es oportókat itt a pincében, amik teljesen egyben voltak még, és az nem volt ugye tölgyfahordóban érlelve, tehát azt mondom, hogy ennek a bornak, én azt mondom, hogy minimum 35-40 év az eltarthatósága. De hát ez tényleg minimum. A másik bor, az meg egy 2003-as Syrah, ezen ugye nincsen címke, ez csak egy ilyen aranyfélccel van megírva. Ez az első termése volt a Syrahnak, még Gál Tibor, egri borász hozta be nekünk a szőlőklónokat Franciaországból. 2000-ben telepítettük, 2003-ban szüreteltünk először. És ugye ebbe is olyan bor van, amire nagyon büszkék vagyunk, mert ez 2005-ben megnyerte a legjobb Syrahnak járó díjat Bordeauxban, a
a Challenge de Venen, vagy a Citadel de Venen, már nem emlékszem pontosan, és hát ugye első szűzterméssel ekkorát tudtunk vele mindjárt villantani, úgyhogy nagyon, nagyon büszkék vagyunk rá. A villányi borvidék jelentős szerepet játszott a magyar borászat újjászületésében. Története azonban jóval korábbra nyúlik vissza. A rómaiak hagyatékaként örökölték meg a honfoglaló magyarok a szőlészet borászat mesterségét, majd a törökök elől menekülő rácok alapozták meg a vörösbor készítés, ma is ismert hagyományát, magukkal hozva a kadarkát. A 18. században betelepített sváboknak köszönhetjük a portugízert, amely máig egyik főfajtája e vidéknek. Később aztán megérkezett a kék frankos, ahogy a Cabernet Franc és a Cabernet Sauvignon is, vagy a Merlot, illetve a Pinot Noir. Hetven hektár közül, ami hozzátok tartozik, most melyik dűlőn vagyunk? Itt az Ördögárok dűlőben vagyunk, jelenleg a Merlot területünkön, és most zajlik a szüret. Elhúztuk egy picit, nagyon-nagyon szép a cukortartalom, érettek a taninok, úgyhogy bizonyos helyeken már azért látszik, hogy több tette szőlő, de nagyon jó szüretidőnk van, tehát örülünk, hogy most nem esik az eső, nagyon gyorsan leszedjük, és nagyon finom bort fogunk beblendíteni. Mit kell tudnia itt, hogyha leveszünk egyet, akkor mit figyeltek a szőlő szemeknél, hogy milyen legyen? Hát a szőlőszemeknek ugye azoknak épeknek kell lennie, úgymond, tehát hogyha nincsen semmilyen betegség, akkor ez meg is valósul. Amikor sok eső esik, mint ami ugye most is, ami most is keresztül mentünk, úgymond túlzottan sok eső volt, akkor a szőlő szemek kezdenek megduzzadni, feltelnek vízzel, és egy kicsit higulnak. Most itt olyan túlzottan nagy probléma még nincsen, a Merlot ez egy középérésű fajta. Itt-ott egy-egy ponton már a botritis már felkapta úgymond a fejét, vagy felütötte a fejét, erre mi felkaptuk a fejünket, és azonnal kijöttünk szüretelni. De a cukorfok az meglepően magas, annak ellenére, hogy ennyire sok eső esett. Tehát itt azért 22-es, 22 és feles magyar mustfokkal kell számolni, nagyon édes a szőlő. És ahogy szétrágod, mi a magokat is mindig szét szoktuk rágni, mert akkor érezzük, hogyha nem zöld a belső magtanin, hanem érett, akkor már érett a szüretre. Én mindig lenyelem a magokat. Én is leszoktam. nem tudom szétharapni. De akkor most szétharapom, és mit figyeljek, hogyha szétharapom? Azt, hogy van benne egy ilyen kis fanyarság, de kellemes fanyarság, tehát nem zöld fanyarságot érzel benne, hanem ilyen kellemes fanyarságot. Mert ugye az erjedés során egy csomó tanin, még ugye az alkoholos erjedés alatt kiázik a magból is. Ez mind ugye a konzerváláshoz és a bornak az élettartalmához tesz még hozzá, illetve az élvezeti értékéhez. Egészen más volt így, akkor igen, repetázunk, és itt vannak több petszemek is, amik lényegesen édesebbek, tehát azt mondom, hogy a teljes cukorfok mennyiséget, hogy mivel rendelkezik a szőlő, azt mindig az erjedés végén tudjuk csak megmondani, mert a többet szemek lényegesen több cukrot hordoznak magukban. De akkor a többet szem sem veszik kárba, hanem az nem is megy bele a borkészítésre. Nem veszik kárban, abszolút nem, ő is megy bele, igen. Ha már szüret, nem tudtam megállni, hogy ne próbáljam ki a szüretelő ollót. Itt. Á, olyan gyönyörű. Legyen ez, nézd. Ez álom szép. És akkor itt állt az. A kettő. Az egy pók. Hát egy pók. Sajnos pók fóbiám. Akkor ugrás le. Már lent is van. Kell az edzés. Nem bánt. Ó, itt egy gyönyörű. Na, ne szüreteltem. És akkor bele. És nem dobjuk, hanem szépen belerakjuk. Így van, szépen ejtjük lényegében, tehát így, hogyha így beletesszük, azért itt sok baj nem történik. A szőlő a súlyánál fogva is azért sokat elbír, de ilyenkor azért a ládába, amikor ládába tesszük, azért annyira nagy súly nem nehezedik rá. Gyönyörű. Visszatérve a szüreti teendőkhöz, az utóbbi években egy szokatlan monstrum jelent meg a szőlők között. Ez a
kombájn. A Siklós közelében fekvő, alacsony dombokkal büszkélkedő göntérdűlőn vagyunk, és éppen kék frankos szüretel a kombájn. Minden olyan területen, ami nem a prémium borainkhoz tartozik, ott ugye ezek a klasszik besorolást élvezik, ott nem minden helyzetben alkalmazunk kézi szüretet, ahol a hely és az idő megengedi nekünk, ott kombájnos szüretet alkalmazunk. Itt most jelenleg egy kékfrankos szőlőt szüretelünk, ez a göntéri Siklós mellett lévő területünk. Nagyon szépen és tisztán dolgozik egyébként a kombájn, látszik, hogy ugye alig hagy el fürtöket. A soroknak az elején ugye beton oszlopok helyezkednek el, ahol a rázó fejek még nem tudnak működni, itt ugye elhagyjuk mindig a fürtöket, ezeket később leszületeljük, tehát mindig jön valaki, aki ezeket leszületeli. Nem, ezeket megkóstoljuk majd. És ezeket meg is lehet kóstolni akár, igen. Viszont azt lehet látni, hogy az ültetvényt, ez egy tényleg egy precíziós gép, ez egyáltalán nem piszkálja. Tehát annyira kíméletesen működnek a verőlécek, hogy, és csak a fürdzónában dolgoznak, hogyha ide jössz és megnézed, akkor meg tudom mutatni azt, hogy egyszerűen egy-egy szem marad körülbelül rajta, de ezen kívül nagyon gyönyörűen leverte, illetve hát lerázta, inkább úgy mondanám, és ugye ahogy elnézem, még a kocsány se sérül. Tehát itt azért ez nagyon fontos tényező, ugye, hogy a kocsány ne kerüljön bele. És ugye ahogy megnézed, azt is láthatod, hogy mellette levelek fekszenek a földön, ez azért van, mert az a levél, amit lerázott, az már lekerült, amit meg megy a kombájnba, azt meg egy válogató asztalon külön szedi. Tehát itt csak a lényegében épp szemek azok, amik bekerülnek. Tehát nagyon-nagyon tisztán dolgozik. Nekünk ez az első évünk most saját kombájnnal. 5 éve még elképzelhetetlennek tartottuk, hogy kombájnnal szüreteljünk. De a mai viszonylatok és a mai technika alapján úgy döntöttünk, hogy akkor mégiscsak rávettük magunkat, hogy bizonyos területeken egyszerűen muszáj alkalmaznunk. Egyrészt ugye a munkaerő hiánya, másrészt pedig a munkaerő ára is az, ami befolyásolta, illetve ezek mellett még a másik tényező az, hogy a készülék a kombájn ilyen szépen és tisztán dolgozik, tehát így együtt azért mérlegeltünk, és akkor úgy döntöttük, hogy megveszünk. Viszont megérni. Azért megkóstoljuk. Nyugodtan. Ha már itt hagyta nekünk a kombájn. Így van. Kicsit más íze van, ugye, de ez is nagyon finom. Nagyon, és milyen finom édes. Uh-huh. Most már elrágom a magokat is. Miután a kombájn a tartályba ürítette a szőlőt, indulhat is az erjesztési folyamat, de persze már a pincészetben. Megérkezett a szőlő a Jammertáli dűlőből, ez most merló, amit fel fogunk dolgozni. Ez egy zúzóbogyózó, ahova ugye beérkezik a körülbelül ilyen 15-17 kg-os szőlővel megterített ládák, ezeket beürítjük ide, és a kocsánytól eltávolítja ugye a bogyókat, és ezek a bogyók ezek mennek utána be a tartályba. Itt történik akkor az erjedés. Ez az erjesztőtér, igen. Itt 70 hektoliteres tartályok vannak, illetve vannak 200 és 150 és 200 hektoliteres nagy tartályok. Amiket itt magunk előtt látunk, ezek Tauher tartályok, ezek saját magukat préselik le. Tehát egy pneumatika segítségével és egy ilyen mechanikai kosár segítségével ezt nem kell forgatnunk, hanem ezt saját magát csömöszöli, úgymond. Gyere, utána mutatok valamit itt fönt. Ide érkezik meg a szőlő. Szóval egy vastag gégecsövön keresztül érkezik meg a szőlő, és ebbe a 200 hektoliteres nagy tartályba, ami hűtőköppennyel is rendelkezik, ezzel erjesztjük le irányítottan. Akkor most lemegyünk és megnézzük a másik tartályteret, ahol éppen a préselés zajlik, mert az az erjedés utáni következő fokozat. Jó? Menjünk! Hú, de gyönyörű.
beérkeztünk a 100 méteres pinceágunkba. Ez picit több, mint 100 méter, 112 méter, azt hiszem, ha minden igaz, és hát közel 2 évig épült ez is a körpince, ami a végén található. Ez azt jelenti, hogy majd, hogy nem olyan 4000 köbméter földet kellett megmozgatnunk ahhoz, hogy ez innen kitermelődjön. Az alagút ugye az fúrással történt, elindultunk egyik irányból, és elindultunk a másik irányból, és átfúrtunk, és a körpince az pedig fölülről lett kinyitva, körülbelül olyan 8 méter mélyen vagyunk a föld alatt. Azt a gyönyörű. Igen. Ez itt a 35 méteres pinceág, ugye itt vannak az 500 literes hordók, és akkor ott ugye található a barikpince érlelőnk, ami mellett van még egy barikpince érlelő, amit meg később megnézünk, viszont most szeretném megmutatni neked mindenféleképpen az erjesztésnek az utolsó fázisát, amikor a présbe bekerül a kierjedt cefre. Ugye, ha itt elsétáltunk, látunk feliratokat a hordókon. Ezeknek igen. Mi a jelentősége? Több felirat is van a hordón. Egyrészt ugye a hordógyártó cégnek a különböző információs adatai, hogy tudjuk azt, hogy honnan érkezett, mikor érkezett és milyen hordóról is beszélünk. Mi általában három magyar kádár üzemnek a hordóit használjuk. 225 literes hordókat, azokat csak a prémium tételeinkhez. Ezek mellett ugye krétával is látunk felírva dolgokat, azokat már mi írtuk föl. Ez egy Merlot 2021-es, a Fekete-hegydülőből, a fejtés időpontja az 2022. március 17-e, és a kénezés időpontja pedig utoljára 7. 13-a volt. A kénezés az fontos, ugye a borok eltarthatóságát és az időtartamát úgymond növelve azt mondom, hogy a legfontosabb talán az, hogy fel legyen töltve a hordó és levegő nélkül tartózkodjon benne a bor, mert ez is ugye az öregedés gátolja, de azért nálunk is egy minimális kénszintet mi beszoktunk állítani, de ez azt jelenti, hogy mivel viszonylag kevés kénnel dolgozunk, így az összkén a legvégére, mire palacba kerül, az nem magas ezeknél a tételeknél. Tehát a fehér borokat és a rozét azt több kénnel kell ellátni, ugye ezt mindenki tudja, tehát ki borászkodik, mint a vörös borokat. A vörös borban nagyon sok olyan beltartalmi anyag van, mint az alkohol, a tanin és az extrakt, ami ugye megőrzi és... És mikor kerülnek ezek palacba? Hát, hogy mikor kerül palacba, azt most pontosan nem tudom megmondani, de közel 2 éves hordós élelés után le lesz töltve, és akkor azt mondom, hogy 2-2,5 év körülbelül, még a szüretet, hogyha beleszámolom, és akkor utána palackos érlelés az legalább még 1 év minimum. Hát akkor 2025 körül mondhatjuk majd azokat. Körülbelül igen, 2025 az lesz az első időpont. Most megérkeztünk a nagy erjesztőterünkbe. Itt éppen azt látjuk, ahogy leengedik a színlevet a tartályból, és a megmaradt cefrét egy csigaszivattyú segítségével továbbítják a présbe, ahol a préslé készül. A hamisítatlan villányi vörösnedű útja az érlelést követően kerül a palackokba. Most bemegyünk a palackozó gépsort, megnézzük. Jelenleg nem folyik palackozás, viszont címkézés igen. Megmutatom neked, hogy itt mi is zajlik. Bocsánat, kicsit útba vagyunk. Igen. Milyen bor címkéznek most? Most jelenleg a kultuszküvénket címkézik a lányok. A kalodából kiveszik a csavarzáros üveget, felhelyezik ugye a szállítószallagra, a szállítószallagon keresztül ugye beérkezik a címkézőbe. És akkor dobozolás után a boltok polcaira kerül. A dobozolás után megy a raktárunkba, ott még eltölt egy kis időt, és akkor utána, ahogy ugye a megrendelések érkeznek, akkor ezeket ütemezve szállítjuk ki a boltokba. Ha
Ha számokban kellene a bokborok sikerét mérni, akkor vörösborok tekintetében 16 évjárat, 139 por és 30 díj. Mindez persze az elmúlt 3 évtized gyümölcse, ám a Bok család 1850 óta foglalkozik szőlőtermesztéssel és borászattal. A bor szeretete és elkészítésének fortéjai azóta szállnak apáról fiúra. A mostani családi vállalkozás alapkövét Bok József tette le. Ez egy gépi szület, hát tessék meg néha, tessék meg. Gyönyörű. Hát milyen, hát olyanok a bogyók, mint a... Hát fantasztikus. A Bok pincészet exkluzív helyszínén, a különleges atmoszférájú körpincében találkoztunk. A legbüszkébb arra vagyok, hogy a gyerekeim is nálam dolgoznak, és szeretik azt, amit csinálnak, és úgy néz ki, hogy az unokáim is úgy gondolják, hogy ebbe a közegbe, ebbe a vállalatba, ebbe a cégcsoportba, vagy ebbe a cégbe, mert mi vagyunk tulajdonképpen csak a család a tulajdonos, tehát a gyerekeimmel vagyunk tulajdonosok, és a feleségem tulajdonképpen, hát meg arra vagyok büszke, hogy tulajdonképpen itt 31-2 év alatt, én már igaz, hogy 40 éve dolgozok, de főállásban én 92-től lettem főállású, úgymond szőlőtermelő. Addig az iparban dolgoztam, középvezető voltam egy villányi ipari üzembe, ami most pillanatnyilag, hát ott lakjuk a gépeinket, stb., tehát azt arra használjuk. És azt, hogy a kollégáimmal nagyon-nagyon jól megértjük egymást. Tehát én úgy vagyok a kollégákkal, hogy mindenkit személyesen ismerek, mindenkinek tudom a gyenge és az erős pontját, és hát ők is tudják az enyémet természetesen, és annak örülök még nagyon, hogy a fluktuáció nálunk nagyon kicsi. Tehát akik idejönnek hozzánk, hogy idejön dolgozni, az szívesen dolgozik több éven keresztül. A mai világban nagyon különleges az, hogyha egy ilyen vállalkozás családi kézben tud maradni. Ön hogy tanította meg erre a gyerekét, vagy mi volt az a kulcs, ami végül is befutott, hogy itt maradtak? Hát azt így nem tudom, ez talán az, hogy úgy mutattam példát, hogy közben vidám maradtam, és hát fiatal koromban én nagyon szerettem a úgymond a szőlővel, borral foglalkozni, ugyanis 33 éves koromban az édesapám 81-ben meghalt, és rám szakadt, hogy úgy mondjam, az akkori szőlőterület, és az nekem nagyon nagy feladatnak tűnt, és azt gondoltam, hogy ezt nem fogom tudni megoldani. Annak ellenére, hogy akkor én úgy voltam üzemvezető, hogy 100 embernek voltam a úgymond a művezetője, üzemvezetője, szintén mindenkivel úgy közvetlen kapcsolatban. Viszont eltelt egy fél év, egy év, és sikerült az első boromnak az elkészítése. Ez egy olyan lendületet adott nekem, amit, hogy úgy mondjam, és észre se vettem, és múlt az idő, és olyan lelkes lettem, hogy az akkori fél hektárból, 81-ben fél hektárból, 90-ben már 2 hektárunk volt, és tehát én élveztem azt, hogy bemegyek a szőlőbe, és a szőlőt művelem zöld állapotba, metszem a vesszőket, beleszerettem, és beleszerettem a borivásba. Ez nagyon fontos, mert az nagyon érdekes. Azáltal szerettem meg a szőlőt és a szőlőművelést, hogy én nem korábban nem ittam bort, én 20 éves koromig nem ittam bort tulajdonképpen, utána meg csak immelámmal. De beleszerettem a borivásba is, borfogyasztásba, borkóstolásba. Szerencsém volt, hogy nagyon sok bort tudtam kóstolni, és ezáltal, hogy mondjam, lelkes lettem. Nagyon sok munka volt idáig eljutni, de én azt gondolom, hogy értelme volt. Én mai napig is nagyon kedvelem azt, amit csinálok. Én élvezettel jövök be a céghez dolgozni, és élvezettel találkozok az embereimmel, beszélgetek velük. Minden nap, hogy úgy mondjam, minden nap közben történik valami. Most benne vagyunk a szület kellős közepébe, én minden nap pontosan tudom, hogy hol szüretelünk. Nem megyek minden nap ki, de tájékozódom, megnézem, hogy jön be a szőlő, milyen egészségesen. Hála Istennek, idén van egy szüretelő kombájnunk is. Én még 5 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy
biztos vagyok benne, hogy nem fog kombájnot születelni. Most meg azt mondom, hogy annyira örülök, hogy vettünk egy kombájnt, mert tavaly előtt már kipróbáltuk, de vettünk egy kombájnt, és csodálatosan szedi le a szőlőt, és nagy élvezettel látom azt, amikor a beszállító gyönyörű, egészséges bogyókat hoz be, és nagyon élvezem, és természetesen végig kísérem a szőlőnek az erjedését egészen a kézborig. 92-től a napig számos díjtulajdonosra, számos boruk nagyon komoly elismerést nyert. Van közöttük valamelyik, amelyik a kedvenc, illetve biztos, hogy voltak hullámvölgyek ezekben az időkben. Mi volt az, ami mindig átlendítette, hogy nem adjuk fel, megyünk tovább? Hát azt nem vettem észre. Nem vettem észre. Tehát gyakorlatilag az egyenes alatti mínuszos színusz görbéket nem vettem észre, mert gyakorlatilag biztos, hogy voltak, viszont olyan szinten voltam benne az élvezetbe és a munkába, hogy azok a részek azok elsiklottak. Tehát el kell mondjam, hogy nagyon jó pozícióba kerültem, és nagyon szigorú vagyok magamhoz és a kollégáimhoz is. Tehát itt a minőséget nem lehet, tehát azt nem lehet csak munkával elérni. Most a napokban hangzott el, egy 80-as születésnapon voltam, és azt mondta a barátom, aki az egészet szervezte, hogy a Boklyósra azt szokta mondani, hogy jó bort csak érett szőlőből lehet készíteni. Most én ezt a mai napig mondom, érett és egészséges szőlőből. És ha érett egészséges szőlő jön be a pincébe, akkor olyan egyszer is, annyira kézenfekvő az, hogy abból csodálatos borok lesznek, és ez minden, hogy így van. De természetesen van egy nagyon kedvenc borom, 91-ben tulajdonképpen készítettem az első házasításomat, az első küvémet, ami 94-ben Champion díjat kapott. Ez a Bock küvé tulajdonképpen. 91 óta, ez minden évben elkészül. Két évben nem tudtam elkészíteni, 2001-be, 2010-be és 2001-be. Ebben a két évben nem készült, mert tehát van egy minőség, ami alatt nem. 2010, még 2001 az olyan csapadékos volt az őszi időszakban, hogy az a markánság, amit én elvárok attól a bortól, az nem készült el, és akkor ebbe a két évben nem készítettem. A borkészítés fortéjaival való ismerkedés közben érdemes betérni a Bock Óbor étterembe, ahol a rusztikus és enyhén házias stílus testesíti meg a Bock gasztronómiai élményt. Ha pedig álomra hajtanánk fejünket, a négycsillagos Bock Hotel Ermitás kényelmes szobáiban erre is van lehetőség. Villány múltja is olyan hullámzó, amilyen a magyarok története. Hol győzelem, hol vereség, de valahogy mindig talpra álltak. Villány is az 1980-as évekre kezdett feltámadni hangvaiból. A szorgos és kitartó munka jeleként 1987-ben kiérdemelte a Szőlő és Borvárosa címet. Villány 25 évig regnáló, már a visszavonult polgármesterével, Takács Gyulával a villányi pince soron találkoztunk. A helyszínválasztás pedig nem véletlen. A borturisták kedvelt célpontja, ahol pincéről pincére járhatunk és kóstolhatunk jobbnál jobb borokat közvetlenül a termelőktől. Én azt gondolom, hogy a rendszerváltás, ugye ami egyben gazdasági rendszerváltás is volt, az a 90-es évek, tehát én igazából odáig datálom. Előtte is azért Villányt tudták, hogy itt van, tudták, hogy itt a termelők jó borokat csinálnak, nagyon jók ugye a természeti adottsága, hiszen ez a talaj, ez a klíma, ez az éghajlat, ez nagyon kedvezett a szőlő termelésnek, és a 90-es években, ugye, amikor a gazdaságok megváltoztak, igazából itt is mindig nagyüzemi termelés volt, de a magángazdák akkor is megvoltak, csak kisebb területekkel. Mindenki csinálta a kis borát, kis szőlőjét termelte, de a nagyok azok fölvásárolták, a nagy cégek. És miután ezek a cégek ugye megszűntek, hát adódott a kérdőjel, hogy mi lesz. Abba hagyjuk? Nem csináljuk tovább? Hál' Istennek én azt gondolom, hogy nagyon jó partnerre találtunk akkor a termelőkben, már úgy értem, mint mi önkormányzat, és az önkormányzat pedig azt gondolta, hogy
elősegíti azzal őket, hogy olyan körülményeket teremt, ami természetesen az ő portékáiknak lehetőséget adjon arra az eladásra. Hálásnak kell lennünk, én azt gondolom, a termelőknek, amikor én úgy szoktam fogalmazni, azt mondták, hogy a sorsunkat mi a saját kezünkbe vesszük, és mi fogjuk itt alakítani majd a dolgokat, és akkor alakultak ki ezek az üzemek. Először talán egy pár száz négyszögöllel, vagy egy hektárral, aztán ezek már növekedtek. Most én úgy tartom, hogy három kategória van. Maradtak azok a kis hagyományos őstermelők, akik mondjuk olyan egy hektárig gondozzák és csinálják a szőlőtermelést és a borkészítést. Aztán jöttek az a középszint, akik talán a legtöbben vannak, hiszen azok már olyan 2 és 10 hektár között vannak, és hál' Istennek kinőtték magukat olyan termelők is, akik úgy tudom, hogy a riportokban be is lesznek mutatva, azok a nagy gazdák, a nagy termelők, akik hát világszínvonalra termesztették ezt a lehetőséget. A turisztikai szempontból kell most nézni, akkor ha valaki Villányba jön, a boros pincéken és a borászatokon kívül mi minden látnivaló van Villányban? Ez volt a második talán ilyen kihívás, amikor azt mondtuk, hogy csak a borászat, és ide próbáltuk helybehozni, ugye akkor lett levédve ez a pincesor is, ahol jelenleg is tartózkodunk, hogy ide látogató vendégek jöjjenek, na de hát mindenki ugye kocsival jön, ehhez kell produkálni, hogy azért valószínű azért fogyasztani is akarnak, vagy reméljük legalábbis, reméltük akkoriban, hogy ahhoz hosszabban is itt tartózkodjanak. Ehhez szállás kell, ehhez megfelelő gasztronómia kell, megfelelő infrastruktúra kell, ezért kellett itt is kialakítani mondjuk azt, hogy a 21. századnak megfelelően lehessen már itt vendégeket látni, tehát ezek nagyon fontos dolgok voltak, és ami a látnivalók, tehát programokat kellett csinálni, amin nagyon jól együttműködünk, akár a gazdákkal, akár az önkormányzata, van, amit saját maguk megcsinálnak, van, amit mi csinálunk, tehát minél több lehetőséget kell az embereknek arra adni, hogy bátran ide látogassanak. Természetesen ilyenkor gondolni kell az idősebbekre, a gyerekekre, tehát ezeknek is a lehetőségeit sikerült megteremteni. Nagyon jó játszótér, sokszor a programok is úgy vannak, hogy a délelőtti órákban azért inkább a gyerekeseknek, a családosoknak van program, és nagyon jó az együttműködés, hogy a környező városokkal, a környező településekkel is, itt akár Villánykövesdet gondolok, a Villánykövesdi pincesorra, de Siklóson, Harkányon keresztül, Bóig, Beremendig vannak olyan egész napot kitöltő és olyan lehetőségek, mert én mindig úgy tartottam, hogy az egy nagyon jó, hogy délelőtt elmegy Harkányba fürdeni, hogy jól érzi magát, délután eljön ide, itt megkajálnak, és az esti programok igazából azok alakulnak ki, amit Villányba. Természetesen még azért látnivalók a szoborpark, nagyon jók, ugye nagyon sok kirándulás van, és ezt nagyon kedvelik, hogy maga a szőlőhegyet, tehát a természet közelbe kivinni, és én azt gondolom, hogy az is nagyon jó az embereknek, ha látja, hogy honnan indult ez az egész dolog. Sokkal jobban érzékeli, sokszor csinálnak a gazdák olyanokat is, hogy hát ilyen próbaszüreteket, vagy repiszüreteket csinálnak, és akkor a földolgozást, illetve hát maga a pincelátogatások is, ahova elviszik a vendégeket, és az egész folyamatot bemutatják. Tehát valahogy ember közelibb lesz, és sokkal érthetőbb lesz számára, és reméljük, és én nagyon sokszor azt a visszajelzést is hallom, hogy most már látják, hogy micsoda munka is van ebbe, mert azért egy pohár bort megkóstolni az embernek, az se könnyű feladat, de hát azért az a kellemesebb része, de még odáig eljut az, hogy ezt megtegyék, az egy nagyon kemény munkával jár. Amerre a szem ellát Villányban, dűlők és pincészetek mindenhol.
Mi is csak a teljesség igénye nélkül tudjuk 2x45 percben bemutatni a nagyobb borászatok, vagy éppen a családi pincészetek elszánt törekvését, hogy évről évre az asztalunkat ékesítse egy villányi bor. Kalandozásunkat a Jammertal borbirtokon folytatjuk. Amikor ott jártunk, akkor még nem tudhattuk, hogy a Jammertal borbirtok 2022-ben kiérdemelte Magyarország legszebb szőlőbirtoka címet nagybirtok kategóriában. A villányi borvidék siklósi részén, a Siklósi hegy tetején, a szüretelés kellős közepén találkozunk a borbirtok egyik főszereplőivel, Nagy Zsolt szőlésszel. Szőlészként dolgozol vagy a Jammertal birtoknál. Ha össze kellene foglalni, mi a feladata a szőlésznek? És mondjuk akár tehetjük úgy is, hogy januártól decemberig, hogy néz ki a szőlésznek egy munkája? Először is elmondanám, hogy nagyon praktikusan fogalmazva, hogy csak egy mondatot kell mondanom, tehát én vagyok az a szőlészet vezetőjeként, aki azért felel, azért és addig felel, amíg a teljesen ép és egészséges szőlőalapanyagot be nem visszük ugye a borászatba. Ami ezen belül tartozik, az mind hozzám tartozik, úgymond. Tehát itt igazán nincs megállás. Az ember mindig azt gondolja egy szüret után, hogy jaj, de klassz, most vége a munkámnak, ide nem tudom, nem jövök mostanába, de hogy is nem jövök mostanába, ezt gondolom egy ilyen két hétig így, aztán utána már elkezdődnek úgymond az őszi munkák is, és hát tulajdonképpen egy szezon azért, ha a metszéssel indul, mivel nekünk sok területünk van, tehát ez a 100 hektáros nagyságrend azért az feltételezi azt, hogy a metszést már elkezdjük december, időjárástól függően nyilván, de már decemberben, és így tudunk csak igazán márciusra végezni, ugyanis hát a metszések után a támberendezések javítása, esetleg cseréje, hogyha olyan terület van, már indult. Tehát itt igazán én azt mondanám, hogy szüret után van a területeknél egy kis pihi, de ez is csak pár hét, és indul az új tulajdonképpen évad, vagy borászati szezon. A bor és a szőlő két főszereplője, valahol a szőlész és a borász. Hogy van a kettőtöknek az együttműködése, közös munkája, ilyenkor főleg a szüret időszakán? A szüreti időszakán talán a legszorosabb a kapcsolat a borászat és a szőlészet között. Ez mindig úgy megy, hogy azért alapadatokból indulunk ki, tehát analitikázzuk a szőlőt, veszek mintát belőle, analitikai adatok alapján dönti el a borász a szüretet. Hála Isten végre valamiről nem nekem kell felelősséget vállalni. A borász eldönti a szüretet, és hát azt közösen megtervezzük akkor. Tehát benne a fogadó kapacitás, olyan értelemben az erjesztő kapacitás, tartályhely, stb. Alapján megmondja a borász, hogy egy adott nap mire van szüksége, mennyit tud fogadni, és ehhez akkor én pedig úgymond hozzárendelem a területeket, hogy mely területekről hogyan jövünk, különböző kategóriák is vannak, tehát az alapkategórián belül, ami egyébként nálunk a prémium, tehát mi minden területünket prémiumra állítjuk be, azért ezen belül is vannak ugye jobb adottságú területek, kevésbé jobb adottságú területek, tehát így is osztályozzuk, és a adott kategórián belüli szőlőket akkor összeírom, és akkor azok jönnek be az adott napon, hogy az adott tartályba akkor ez a szőlő alapanyag kerüljön beszüretelésre, majd aztán feldolgozásra, és hát tulajdonképpen azért ez egy bonyolult folyamat, ilyenkor akkor megnézzük, hogy hány hektár, ki az a szüretelő csapat, aki egész évben ezt művelte, őnekik van kvázi felajánlva az adott szüret, hogy akkor, ha éppen nem dolgoznak máshol, akkor jöjjenek hozzánk leszüretelni az egész évben művelt területüket. Ha kell még, akkor még más vállalkozót is hívunk, hogyha kevés, mert mondjuk nagyobb a terület, és egy nap alatt akarunk szüretelni, akkor segítséget is hívunk, úgymond, és hát így akkor próbáljuk. Kisládás, kézi szüreteink vannak, tehát azért ez elég nagy logisztika, tehát hogy időben ott legyen a láda, mindig legyen láda, szedjenek, jól haladjon a beszállítás is, tehát azért ez egy. És hát ugye emberekkel dolgozunk, tehát azért az egy összetett feladat, hogy finoman fogalmazzam. Kövesdi Zsófia főborásszal már a Jammertal borbirtokon várjuk, hogy a dűlőből befusson a szőlő. Most itt hivatalosan megkapjuk a szőlőt, és a szállítólevélnek az adatait szépen átírjuk a feldolgozós lapunkra, hogy le tudjuk mérlegelni, hogy mennyi szőlő érkezett be.
Itt akkor, ha jól látom, felírva a nettó bruttó kilót, amit leszednek a kocsiról. Igen, mert ugye nagyon fontos a nyomon követés a jövedéki szempontból, és ezért nekem pontosan tudnom kell, hogy mi az, ami a tartályba kerül. De nem csak ezért kell tudnom, hanem borászatilag szeretném tudni, hogy pontosan mi az a mennyiség, az a szőlőmennyiség, ami a tartályba bekerült. Például azért is, amikor, most csak mondok egy példát, az élesztő belekerül a tartályra, azt mennyiségre kell kiszámolnom. Most megérkezett egy következő adagod. És itt a válogatás után a felhordóból belekerül a bogyózóba a szőlőfürt. Itt történik a szőlőnek a bogyózása, darálása, ezt minden egyes esetben külön lehet állítani, és utána pedig a cefre szivattyú viszi el a tartályainkba a cefrét. És lehet látni, hogy milyen szép lány. Gyönyörű. És ezen a tömlőn érkezik be a cefré, ide belelve a saváló acéltartályba. Ó, de finom illata van. Ezek a saváló acéltartályok egyébként mindegyik automata, tehát itt a csömbeszőlés látszik ezzel a hosszú hidraulikával van megoldva. Azt egy picit tetszik így a csömbeszölés alatt, mit értetek? Igen, a csömbeszölés az egy borászati fogalom. Ez azt jelenti, hogy a törkölykalapnak, az erjedés során a törkölykalapnak a beütését és elmerítését a borral áll. Tehát így homogenizálódik igazából a bor. És tetre. És igazából most, hogy befejeztük a feldolgozást, most már nincsen több szőlő hátra a mai napra, úgyhogy még azért van egy-két dolog, amit el kell végezni, például a hőmérséklet menedzsment, az automatikáknak a beállítása, valamint az élesztős beoltására a tartályra, hogy ott is mindenképpen meginduljon az erjedés. Következetes munka meg is hozta a gyümölcsét, a számos nemzetközi elismerést követően 2021-ben az egyik legnevesebb nemzetközi borversenyen a földkerekség összes beküldött vörös bora közül a legmagasabb pontszámmal jutalmazták a Cassiopeia Merlot 2015 tételt. A borbirtok egyik különleges termében, a 2020-as Ars Poetica Syrah mellett beszélgettünk Zsófia saját borkészítési stílusáról. Körülbelül olyan július végén már látszódik, hogy miből mit szeretnénk készíteni. Itt van például ez a Syrah példának, hogy inkább egy Shiraz, egy ausztrál Shiraz stílusú bort szeretnénk készíteni, vagy inkább egy francia Syrah jelleget. Ez egy ilyen július vége, augusztus eleje kérdés. Alapvetően a Jan Mertál borbirtoknak a stílusa az egy magasabb minőségű prémium bor és vörösbor, amiről beszélünk. Általában ez magasabb alkohollal párosul és magasabb beltartalmi értékkel, tehát ez a borászatnak a stílusa. Én mindenhez úgy állok hozzá, hogy ebből jó bor lesz, és minden dűlőt külön tartok, ezt egyébként úgy hívják, hogy dűlőszelektált, de nálunk nincsenek dűlőszelektált borok, mert én nagyon szeretem azt, hogy különböző dűlőknek a házasításával hogy lehet játszani. Tehát ugyanabból a szőlőfajtából, különböző dűlőkről, különböző mikroklímával rendelkező szőlőt, hogy lehet utána szépen összeházasítani pontosabban a bort. Rengeteg mindenre kell természetesen odafigyelni. A legfontosabb, amit szeretném, hogyha az emberek éreznének benne, az a fajta jelleg, tehát a Syrahnak a fajta jellege, ami a Syrah esetében egy erőteljes fűszeres jegy, illetve borzasztóan gyümölcsös, főleg fekete bogyós gyümölcsök vannak benne. És egyébként már az illatán is érzed, hogy nagyon, nagyon finom, nagyon szofisztikált hordó használattal párosul. Szólsz? Ó, nagyon kellemes. Úgy elolvad a szájban. Ez volt a cél.
A Jammertal borbirtok arszpoétikája szerint minden egyes villányi borsiker a villányi terroár sikere egyben. Annak a különleges atmoszférájú vidéknek a győzelme, ahol ajándékba kapják a nap simogató sugarait és a lágy szellő fújását, hogy a villányi hegység mészkövére rakódott vörös agyaggal és barna erdőtalajjal keveredő lösz találkozásával megszülessen egy csodálatos vörös nedű. Villányi kalandozásunk első fejezete a végére ért. A dűlők kiürültek a lemenő nap fényében. Kodály Zoltán szerint semmi sem jellemző annyira a nyelvre, mint sajátos hangzása. Olyan ez, mint a virág illata, a borzamata, a zománc, az opál tüze. Megismerni róla a nyelvet már messziről, mikor a szót még nem is értjük. Ilyen a villányi bor is. A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.